Sziasztok! Az előző videómban ugye beszéltem arról, hogy milyen lesz egy kutya, hogyha megöregszik, mi lesz neki nehezebb, mit fog tudni nehezebben csinálni, miben változik meg. És ugye mondtam azt is, hogy nehezebben tud már járni, meg lépcsőzni, és amit kihagytam az előző videóból az, hogy ugye a fotelba és a kanapéra is nehezebben tud felkapaszkodni, mert hát van neki egy magassága, ne is beszéljünk arról, hogyha esetleg mondjuk valakinek egy ágya van, amin a kutya alszik. Hát nekem is van ágyam, de oda nem engedem föl, mert teljesen fölösleges, mert az annyira... Bár mondjuk már nézegette, de nem engedtem meg neki, hogy fölmenjen. Sokkal kényelmesebb neki egy fotel, meg egy kanapé, mert ugye az így körbe van párnázva neki, és azt szereti a kutya, hogyha ilyen biztonságosan így be tud gubózni valahova, körbeveszi valami. Ugye magas a fotel is, meg a kanapé is, és hát ugye a régi bútorok, amit még mindig használnak a kis kuckójukban, az úgy van kialakítva, hogy van elé rakva egy ilyen kis lépcsőke, egy ilyen kis fellépő, de ugye van nekik itt is bútorok a lakásba, és anyukám azt a tippet adta, hogy mi lenne, ha kicsavaroznám a foteleknek a lábát. Hát mondom, ez teljesen jó, mert eszembe se jutott, tehát én először próbáltam nekik odarakni valami kis fellépőt. A három kutyámból egy nagyon fürgén fel tud mászni még mindig a fotelba, de másik kettőnek már látom, hogy nehezebb. És kicsavaroztam a fotelek lábát, tehát ez a hatalmas nagy találmány, amit kaptam esetleg, hogyha nem lehetett volna kicsavarozni, ugye itt most nagyon olcsó fotelokról van szó, tehát olcsón vettem meg őket, akár le is fűrészeltem volna a lábukat, hogy úgy van, de szerencsére ki tudtam csavarozni, pár perces munka volt, mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki. Három kutyából kettő itt lapul most bent, Bekike éppen tisztálkodik, hát Beki az, aki ott tisztálkodik, aki még nagyon könnyen így felugrik, átmászkál, azt a fotelt nem is fűrészel, annak nem lehet kiszedni a lábát, vagy lecsavarozni, lefűrészelni nem akartam, mert le lehetett volna, de tudtam, hogy azt ő birtokolja, ő szeret bele mászkálni, úgyhogy azt úgy hagytam. Itt a másik kettőnek teljesen ki lehetett csavarozni mind a négy lábát, és így a kutyának szinte semmilyen erőfészítésében nem kerül az, hogy bemászson a fotelba, és ott aludjon kényelmesen. Látszik is, hogy mennyire jó nekik itt aludni. Úgyhogy ez a korszakalkotó tippem van, hogy ha a kutyátoknak van külön kanapéja és fotelja, és már öregebb a kutya, akkor csavarozzátok ki a lábát, vagy ha nem sajnáljátok a kanapét, fotelt, esetleg egy olcsóbb darab, akkor nyugodtan ki lehet fűrészelni a talpát, mert az az első, hogy ugye a kutya ne erőltesse a gerincét, meg a lábacskáit, az izületeit. Igaz, Bubu? Na, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!